Régi jó barátok Augusztus 13-ának éjszakája volt. Baradlai ödön a világosvári úrilak ablakából nézte a csillaghullást az égen. Régi talány, miért hull augusztus 13-án ezer meg ezer csillag alá? Miért jön elő ezen az éjszakán a ma csodás tűzijáték meteorokkal? Ödön most már tudta, miért van ez éjszakán sűrű csillaghullás. Ahány csillagot látott leesni, még meg is tudta nevezni, ki volt az, mi volt az. És azután elmélkedett felőle tovább. Azon égő aszteroidok közül, melyek az égen végig repülnek, tűz vonalat rajzolva az álló képletek közé, nem mindenik hull le a földre sok csak meggyullad a föld gőzkörének erős surlásától, és aztán tovább repül az égen. Van saját körpályája. Vajon a mostani éj futó csillagai közül hány van olyan, mely tovább fut az égen, mely nem esik alá, földbe, tengerbe temetkezni, hanem útjára megy, s ismét megjelen egy új találkozáskor. Saját csillagát nem számította azok közé. De az bevégezte futását. Mikor az ember szükségtelenné vált a földön, akkor lemenni jó. A magyar hadsereg e napon lerakta a fegyvert. Ödön nem tartozott azok közé, akik önámítással ússzák meg a déli bábot. Tudta, hogy vége van mindennek. Csak az eszmének nincs. Ez a generáció lejátszotta szerepét. De befejezte azt becsülettel. Az eszme fennmarad, és élni fog. Azoknak pedig, akik érte küzdöttek, meg kell halni. Meg kell halni azért, mert már semmit sem tehetnek érte egyebet, mint azt, hogy meghaljanak. Ez volt a vége minden apostolnak. A mártír koszorú az a korona. A golgota... Az az eszmének a koronázási dombja. Ödön megírta a búcsú leveleket anyjához és nejéhez, tudotta velük, hogy bal végzetét nyugodtan fogja bevárni, mint bevárták Róma atyai, kerekesszékeiken ülve, és menekülésre nem gondolva. Annyi veszteség jutott te napra, hogy egy ember elvesztén keseregni sem illik. Majd megnőnek, akik most kicsinyek és ismét nagy lesz a világ. Ödön egész filozófi nyugalommal állapodott meg ebben, s nem osztozott abban a tétova sietségben, amivel sok pályatársa kereste az utat a személyes menekülésre. Ő még csak arról sem gondolt, mivel sokan mások előre ellátták magukat külföldi útlevélre. Aztán nagyon tisztelte a brahminokat azért, hogy sohasem futnak. Futás a pária dolga. Bizony pedig néha a ksetriái is. Amint így találgatja magában a futócsillagok neveit, egy ismeretlen alak áll meg ablaka előtt, s felszól hozzá. Itt találom-e baradlai ödönulat? Én vagyok az. Hát ön kicsoda? Az én nevem Schneiderius Bálint, evangélikus lelkész Puckersdorfból. Egy levelet hoztam önnek. Jöjjön be hozzám. Nem mehetek, sietős utam van. Itt rekedni nem akarok. Míg az orosz áll mögöttünk, addig szabad az út. Később nem lesz az. Itt a levél Isten önnel. A levelet átadta ödönnek az ablakon át, s eltávozott. Ödön asztalához ment a levéllel, hogy gyertya égett. A borítékon megismerte tallérosi írását. Felszakítá a levelet, abból egy cifra nyomtatvány hullott ki. A levél pedig így szólt. Kedves barátom, sohasem elfeledem neked azt a sok jó szívességet, amivel voltál hozzám. Életemet is neked közönhetem, mert ha hátul nem hagysz, bizonyosan elveszek. Boldogult atyádnak is jó barátja voltam de meg egy ilyen nagy hazafinak elveszését nem tűrhetem nyugodt szívvel, mint te vagy. Bár többin is segíthetnék. Azért küldöm neked egy angol útlevelet, kivel kimehetsz Angliába. Útlevél van vizálva, ellátva mindennel akuratusan. Benne személy leírásod hűségesen. Egy hajszál különbség nélkül. Mert nem akartam, hogy fejed megszabadulásáért bajuszt vagy szakát levágjad. Tudom magamról, milyen rosszul esik az. Írj bele nevet, mi neked tetszik. Ezt a levelemet pedig elégest hajdani öreg barátod. Tudod már ki. Következett egy utóirat. Ha szöksz, szökjél Lengyelország felé, ahol senki se nem ismer. A másik felé valaki rád ismerhetne, de muszka nem látod soha, annak mondhatod, hogy te vagy Algernon Smith. Hát mit tudja az? Még egy másik utóirat is volt. Gondold meg, hogyha külföldön lehetsz, még tehetsz valami jót ezért a mi szegény hazánkért. Ödön kezébe vette az útlevelet. A legtökéletesebben el volt az látva minden kellékkel. A legutolsó név rajta az orosz fő hadvezéré volt. Még arról is volt gondoskodva, hogy az útlevél jól megviseltnek lássék. Ödön ledobta azt az asztalra. Szégyellette magát e gondolattól. Hogy ő meneküljön? Meneküljön egy olyan embernek az irgalmából, akit addig legkevesebbre becsült. Akit a legnevetségesebb embernek tartott, akit éppen nem kötelezett le maga iránt hálára soha. És most ennek köszönje az életét? Aztán micsoda életet? Hát érdemes még ez az élet arra, hogy azt az ember valakinek megköszönje. De hasztalan keményítette meg szívét. A lehetőség láttára elővették a kedély gyöngeségei. Csak a vas lehetetlenség képezte annak acélát. Most eszébe jutott, hogy vannak még, kiket az ő élete boldoggá tesz. Egy anya, egy nő, két gyerek. Nem jó lenne-e még azokért élni? Hát az a végső utóirat Zebulon levelében. Zebulon nagy pszichológi adományt árult el, mikor azt odaírta. Ez volt a legerősebb indok. Hát, ha még használhat hazájának. Megjelentek lelke előtt azok az illúziók, amiket más optimistáknál kigúnyolt, kinevetett. Hát, ha lehetséges volna azokból valami nagy volt a kísértés. Nem tudott neki ellenállani. Még egyszer végignézte az útlevelet, a hátiratok között egy névre talál, melytől összeborzadt. Ridegvári neve volt az. Nem, ez embernek ne legyen az a diada, hogy fülébe súghassa gúnyos kár örömmel. Íme az utolsó lépcső a ma bizonyos magaslathoz. Fogta az ebulon levelét, s az anyjához és nejéhez írottakkal együtt a kandalóban elégette. Azután behívta az inosát s utasítá, hogy menjen rögtön haza nemes dombra, s tudósítsa édesanyját, hogy ő külföldre menekül. Onnan várják tudósításait Jenőhöz címezve. Azután minden iratát, melynek nem szabad idegen kézbe jutni, elégetve hirtelen összecsomagolt egy kis máhát, ami legszükségesebb volt az útra. Az útlevelet kitölté Algernon Smith nevével, ahogy éppen Zebulon ötlete volt. Azt tárcájába tette, kocsiába fogatott, s az éj sötétje alatt elhagyta világost. Jó esett, hogy sötét volt nem látta az arcát senki pirulni. Első találkozása az ellenféllel szerencsés volt. Az előre tolt hadcsapat vezére megvizsgálta útlevelét, rendben találta, és látta osztatta a maga részéről. Mehetett tovább. A második állomás, hol ismét elő kellett mutatni a útlevelét, gyapjún volt. Onnan egyenesen váradnak szándékozott, és azután felszigetnek, s úgy keresztül Galíciába. Gyapjún az ezret parancsnok szállására vezették. Ödön hideg nyugalommal ment be a terembe, és kérdezte, hogy kinek nyújtsa át az útlevelét. Sokan voltak a teremben. Mondták neki, hogy várjon, míg az ezret parancsnok a benyílóból előjön. Ödön közönyös arcot csinált a várakozáshoz. Egy segéd tiszt az alatt átvizsgálta útlevelét, összehasonlította a személyleírást, és azt mondta rá, hogy minden rendben van. Az ezredes úr rögtön látta mozni fogja. Íme jön már. A kilépő ezredes láttára ödön minden idegén egy villanyütés nyilalt keresztül. E villanyütésnek egyik pólusa az öröm, másik pólusa a rettenet volt. Az eléje lépő orosz ezredes. Ramirov Leonin. Leonin marciális alakká izmosult a lefolyt évek alatt. Arcán az ifjú könnyelműség helyett katonai szigor uralkodott. A segédtiszt mondá neki, hogy itt egy útlevél, melyet Mr. Algernon Smith kíván látta osztatni. Az útlevél rendben van. Leonin odaírta a nevét, és azután felvette az útlevelet, hogy ödönnek átnyújtsa. Ödön minden csepp vérét jegedni érzi ereiben. Időn szemei ez éles, átható, vizsgáló tekintettel találkoztak. És onnan kiált a rá durva, kemény hangon angolul. But you are not Mr. Algernon Smith, you are Sir Edmund Baradley. Ödön azt hitte, a földnek kell alatta elsüllyednie. Hogyan? szólt angolul Leoninhoz. Te elárulhatnál engemet? Én elfogatom önt. Te, Ramirov Leonin, ki velem egy szív, egy lélek voltál, ki elkísértél viharokon, fenevadakon keresztül, ki utánam rohantál a jég alá, hogy saját éltedet kockáztatva megszabadíts. Akkor nagy voltam, felelt Leonin fagyosan és most kiszolgáltatsz legkeserűbb ellenségeimnek. Beledobsz a legnyomorultabb, a leggyalázatosabb halálba. Oda a győztes gúnykacajának. Most pedig testőr dzsidás ezredes vagyok. Azzal kétfelé repeszté az útlevelet, és eldobta az asztal alá. Vigyétek el, és tegyétek őrizet alá. A segédtiszt karon fogta ödönt, s kivezett. A ház minden szobája tele volt tisztekkel és azok szolgáival. A fogoly számára nem lehetett más helyiséget berendezni, mint a fakamrát, mely állt egy az istálóhoz ragasztott deszkaszínből. Ödönt odazárták be, és ajtaja elé dzsidást állítottak, őrül karabéjjal. Most azután ödön érezte, hogy mit tesz, semmi vég lenni. A letiport elgázolt ember ki helyéből el nem hagyta magát riasztani még mindig valami. Kordé Sárlott arca még elpirult a haragtól, midől levágott fejét a hóhér arculité. Még a leütött fő is valaki. De a futó ember, ki kelepcébe esett az a senki, és a semmi. Kihagyta magát ugratni abból a bűvkörből, amelyen belül legalább egy ponton örökké és sérthetetlen maradt. Az önbecsülés pontján. Most már azt is elveszté. Most már még csak büszkén sem léphet a bakó elé, mert futott előle. Futott, és most, mint az ostoba fűrj, belefutott a törbe. Ó, milyen iszonyú büntetése megaláztatás, egy pillanatnyi ellágyulásért. Mi megtorlása a gyávaságnak. Elfogva lenni, bezáratni egy piszkos deszkabódéba, mint valami apró szökevénynek. Ó, mi dicső magaslatnak tetszett helyzetében az a szédítő emelvény, ahonnan elfutott csak oda juthatna még egyszer vissza. Csak ezt a megriadást kitörülhetné életéből. Ómi fenségesnek tetszett előtte annak az ősz bajtársának az arca, ki egy pillanatban nyílt homlokkal lép az őt kereső ellenfél elé, megmondja neki, hogy hívják, mit tett. Nem bánta meg. Victrix causa displacuit sed victa catoni s azzal nyújták kezét a békjó elé. Ő pedig itt kussad egy szégyenletes ketrecben, rajta kaphatva a mester megtagadásán. Péter apostol is sírt, mikor a kakas másodikat szólt, pedig tú ez Petra, s ő ingott meg legelőbb. És ami legsúlyosabban nehezült kedélyére, a megsemmisült hit emberben. Istenben el kellett azt vesztenie, ez utolsó találkozás után. A halálra kínzott mártír kezében marad egy sejjen fonál, mely őt felvonja az égbe, a hit saját lelkének halhatatlanságában, a túlvilági igazság tételben, az örök istenségben. Ödön kezében e fonal szakadt ketté. Ha megtörténhetett az hogy jó barát, jó barátját, így hidegen, így borzasztóan elárulhassa, akkor mindaz, amit lélekről, túlvilágról, Istenről beszélnek, nem más, mint kegyetlen mese. Kárhozat csak ezen a világon van, s az is csak az igazak számára. Este volt már, s senki feléje sem jött ödönnek csak az őrt váltották fel minden három órával egyszer. Az utasítást, mit az őrnek adott az őrvezető, hallhatá ödön az ajtón keresztül, érte toroszul. Ha szökni akar, lelövöd. Este kilenc órakor zivatar támadt, akkor váltották fel ismét az őrt. Az eső szakadt, a villám kétszer lecsapott a városban. Ödön a villám lobogásnál láthatá a deszka hasadékon át, hogy az őr mozdulatlanul áll a fergetekben, arccal a ketrec ajtaja felé fordulva. Karabinja lövésre készen. A zápor csorog minden ruhája széléből, bokáig áll a sárban, és egyik lábát sem emeli fel. Ott fog állani, míg fel nem váltják. Az ivatar tovább halad, a villám távolabb fénylik, azután korom sötét lesz. A torony óra tizenegyet az istállóban horkolnak a lovászok, az istálló mögött hevenyészett szárnyék van felütve, ott a kozákok lovai kapálóznak. Ödön mindazt hallhatja jól. Akkor úgy tetszik neki, mintha valaki nevén szólítaná, suttogva, mint az álombeszéd hangja. Uram, baradlai! Kiszólít! Én! az őr beszélt hozzá te is ismersz. Emlékezel, uram, az imsikre, ki a mohiljevi pusztán utazott veled, mikor a farkasok meg akartak enni. Te nem hagytál engem, én nem hagylak téged. A rekezet hátulján egy deszka kiár helyéből, a negyedik szál. Azon a résen kiférsz. Hátul van a szárnyék, ott vannak kipányvázva a kozákok lovai. Az enyém fel is van kantározva. Rá is arról, hogy a farka fehér. Az a legjobb futó valamennyi között. Ülj rá! Hátul a kert, azon túl a puszta. Fuss, amerre az ivatar ment. Az jó kalausz, jó lajt, jó nyomon jár. Engem ne félts, én utánad lövök. Kötelességem megteszem. Arról nem tehetek, hogy a börtönöd oldala rossz. Még egy szót. A lovamra felülsz, s azt akarod, hogy vágtatva fusson, Szorítsd, megtérdeddel az oldalát, de rá ne üss. Ha ráütsz, megáll. S mentül jobban ütöd, annál jobban megáll. Sok ló megjárta már ezzel. Nevezd Jubicának. Azt szereti. Ha azt mondod neki, hurrál, Jubica, nyarkal. Ödön újra életet érzett szívében. Ha nem választotta a szabad ember halálát, nyílt homlokkal szemközt megállva legalább választhatja a szabad fenevad halálát, agyon lövetve az üldözésben. Legalább nem éri utol a patkány halála, megfojtatva a csapdában. Sietett követni hajdani imsikje utasítását. Ráakadt a deszkára, melyet csak egy fejetlen szeg tartotta többihez azt kifeszítette a résen keresztül furta magát. Azon át a hevenyészet szárnyékba jutott. A kozákok mind aludtak lovaik mellett. Mély narkotikus álmot. Rátalált a fehér farkúlóra. A mellett nem aludt senki. Ödön felült a róla, s megfordítá. Akkor megszorítá, térdeivel, s fülébe súgta. Hurrá, jubica! A ló vágtatott a kerten át. Az őr előugrott a vágtatás zajára. Arcához kapta fegyverét. Előbb eldörmögé magában. Szent György oltalmazzon. S aztán utána lőtt. A lövész zajára talpraugrált minden alvó. Mi történt? A fogoly elszökött. Utána! Lóra kaptak tizenhuszan. Utána eredtek üldözni. Utána lövöldöztek a fekete éjszakába. Egy-egy villám lobbanástán látták, és a lovas árnyékot a síkon végig rohanni, s nyargaltak utána. A jó volhíniai mén utolérte érte a zivatart, s a zivatar jó utitárs. Lassanként betakarta záporpalástjával a futót, elnyomta villám dörgésével az üldözők hajrá ordítását, a futó paripák robogását. Pártjára kelt a menekülőnek. Nem fogták el.